eddig a vezetés blokkolásáról volt szó, a lassú vezetésről. Előfordul azonban, hogy a vezetés a szíven belül bizonyos részeken között gyorsabban zajlik. Ez az AV junkció. Az AV junkció lelassítja az ingerlet terjedését, azért, hogy biztosítsa a megfelelő kamratelődést, tehát a mechanikai folyadék áramlást a pitvorokból a kamrába. Előfordul azonban hogy az AV junkciót egy járulékos vezető nyaláb megkerüli, így a pitvari ingerület hamarabb kerülhet a kamrára. Ez általában a re-entry ciklus kialakulása következtében tahika. A preexcitációs szindrómák, mint említettük, a pitvarok és a kamrák közötti járulékos vezető nyalábok kialakuló vezetés következtében jön létre. Klinikailag a legfontosabb az atrioventrikuláris kent nyaláb jelenléte, ami az anus fibrózuson keresztül nyúlva a pitvarizomzatot a kamraizomzattal köti össze, ez egy izom típusú nyaláb. Ez elég gyakori a népességben. A másik egy úgynevezett James köteg, ilyen atriohissian nyaláb, amelyik a pitvar izomzatot, az anulszibrózison keresztül a hiszkötegre kapcsolja be. És van még a manhelyt típusú rostok is, azonban ezeknek a klinikai jelentősége eltörpül. A VPV vagy Wolf-Parkinson-White-szindróma a születéskor meglévő kötek következtében kialakuló gyorsabb vezetést, Ö, eredményezi. Ebben az esetben a pitvar izomzat aktivációja közvetlenül ráterjed a kamra izomzatra, és a P hullámok után azonnal egy széles QRS formájában megjelenő ö, hullám, kamra aktivációt eredményezi. A P hullámot egy ilyen lassan felszálló úgynevezett delta hullám fogja követni. A PQ idő általában lerövidült. látszik, hogy a P hullám a pitvari aktivációt eredményezi. A következőkben a kent nyalábon keresztül azonnal megtörténik, elkezdődik a kamrai aktiváció. Az AV junkción keresztül kerülő ingerület lassabban terjed, és általában a fennmaradó izomtömeget fogja normálisan aktiválni ebből következik az, hogy a QRS első fele fog kiszajlesedni egy delta hullám formájában, a második fele azonban normálisan keskeny marad. Amit látni fogunk az EKG-n, az, hogy a P hullámot követően nem lesz egy kis izoelektromos PQ szakasz, hanem azonnal egy kamerai aktiváció kezdetét jelző lassú emelkedés, vagy bizonyos elvezetésekben lassú negatív hullám fog jelentkezni. A VPV-nek több formája van. A VPV bárhol, bárhol elhelyezkedhet a pitvarok és a kamrák között, azonban két fő típusát különítjük el. Az egyik típus az úgynevezett A típus, amikor a kent nyaláb a bal oldalon helyezkedik el, még a B típus esetében a jobb oldalon található. Egyszerű az elkülönítése, amennyiben megnézzük a V1-et, V1-nél, az A-típusnál egy pozitív hullám fog jelentkezni, felfelé irányuló delta hullám fog jelentkezni, még a B-típus esetén, hiszen jobb oldalon helyezkedik el, tehát jobbról-balra irányul aktiváció következik be, ilyenkor V1-ben egy negatív típusú hullám fog jelentkezni. következő ekg látszik, ritmusos a szívműködés. A frekvenciája 1, 2, 3, 4, durván egy olyan 70-es frekvencia. Színuszos ingerületképzés, P hullám pozitív 2-ben, negatív AVR-ben. A PQ távolság azonban lecsökkent. Látszik, hogy például a kettes elvezetésben, sőt a melkasi elvezetések közül is nagyon sokban látszik, hogy a P hullámot követően egy azonnal lankásan meginduló kamreaktiváció kezdődik, majd egy gyors QRS-sel fejeződik be. A tengelyállást megvizsgálva, egyesbe negatív, AVR-ben negatív, AVR-ben pozitív, tehát ez egy, -egy jobb tengelyállásnak felel meg. V1-ben látszik, hogy a delta hullám felfelé irányított, tehát pozitív, vagyis balról jobbra irányú aktivációja van, tehát ez egy A-típusú VPV szintromának a képének felel meg. Hasonlóan ennél a görbénél is látszik, frekvencia kb. 60-as, színuszos képzés, BQ távolság lerövidült, tengelyállás 1 pozitív, AVF negatív, 2 negatív, AVR negatív, tehát egy kóros bal deviáció 30-60 fok között. V1-et megvizsgálva, a delta hullám lefelé irányul, tehát ez egy B típusú VPV szindróma. Ellentétben a VPV szindrómától az LGL szindróma esetében egy James nevű nyaláb megkerüli az AV csomót, és a pitvar izomzatának ingerületét közvetlenül a hiszkötegre helyezi át. LGL-szindrómáról is hasonlóképpen a VPV-szindrómához, csak abban az esetben beszélünk, amennyiben rientritahikardiát hoz létre. Mivel a kamrai depolarizáció normálisan a normális ingercsütő rendszeren keresztül történik, ezáltal a megrövidült PQ időhöz keskeny QRS fog csatlakozni. A mai napig még nem sikerült igazolni ennek a James Nyaládnak a jelenlétét, így csak feltételezik, hogy ez a Nyaláb az, amelyik a PQ rövidülés mellett keskeny QRS-eket fog eredményezni a preexcitációs szindrómákat összefoglalva, a VPV és LGL szindrómák csak akkor van klinikai jelentőségük, amennyiben tahikardiát, palpitációt, illetve aritmiát okoznak. Általában preexcitáció főleg a VPV hajlamosít különböző tahiaritmiákra. Leggyakoribb az AV rientri tahikardia, ezt követi a pitvarfibrilláció és a pitvari flatter. VPV-vel a pitvarfibrilláció és a pitvari nagyon veszélyes következményekkel járhat. Szerencsére azért ez nem olyan gyakori, hogy bekövetkezzen. Az atrioventrikuláris rientri tahikardiákat, mint az előző blogban megtárgyaltuk az ingerképzési zavaroknál, két fő típusról oszthatjuk. Az egyik az AVRT tahikardia, amit ugye az itteni járulékos nyalábok okozhattak. Tehát a járulékos nyalábon két irányban történhet az ingerületnek a továbbítása. Ebből következően lehet ortodrom vagy antidrom tahikardia. Az ortodrom AVRT tahikardiák, mivel a vezetés a kamrákra a normál úton terjed, vagyis az AV junkción keresztül terjedő ingerület aktiválja a kamrákat, majd a kent nyaláb visszaveszi őket, illetve újra az AV junkción keresztül zajlik. Ebben az esetben a qrs ek keskenyek lesznek. Az antidróm esetében, amikor is az AV junkción keresztül történik a visszavétele az ingerületnek, tehát a kennyalábon aktívadik a kamra, széles lesz a QRS, AV junkción visszavevődik, illetve ez a folyamat zajlik folyamatosan. Ebben az esetben viszont széles QRS látható, és a kezdeti szakaszán egy kis delta hullám formájában nyilvánul ez meg. Következő EKG képen látjuk, hogy tahikardia frekvenciája hát 200 körül van, keskeny a QRS, semmi nemű, se P hullámot, sem más nem látunk ebben az esetben. És ami még szembeötlő, a tengelyállása, az viszont kórosan jobbra deviált, látszik az, hogy egyesben negatív, AVR-ben kicsit talán negatív, tehát azt jelenti, hogy a 120-110 fok között helyezkedik el. Ez az ortodrom AVR-tépahikár. Az antidrom típusában látszik, hogy a QRS széles. A nagyon hasonlít ez a típusú tahikardia a kamrai tahikardiákhoz. Elkülönítendő, hogy karotis esetében ez a tahikardia gátolható, megszüntethető, még egy kamrai tahikardia nem és ez általában hasonlóképpen paroxizmálisan jelentkezik, tehát rohamokban jelentkező tahikardia. A beteg általában tudja, hogyan is tudja ezt megállítani, ezt a fajta tahikardiát. Frekvencia hasonlóképpen olyan 200 körül van. Tengelyállás, egyes pozitív AVF negatív, kettes negatív kóros baldeviáció, QRS a széles, tehát ez egy antidróm AVRT tahikardia, a VPV szindróma talaján kialakulva. Az AV csomónak gyakran két bemeneti pályája van a pitvarok felől. Ha két pálya vezetési tulajdonságai jelentősen eltérnek egymástól, akkor ez egy reentry kör kialakulásához vezet, az pedig egy AVNRT tahikardiát, vagyis atrioventrikulális nodális reentry tahikardiát okoz. A paroxizmális supraventrikuláris tahikardiák leggyakoribb oka az AVNRT nőkben gyakoribb, mint férfia. Látszik ebből az ábrából, keskeny qrs frekvencia 200, semmi nemű P hullám nem látszik, tengelyállás pozitív-pozitív normális, legnagyobb egyesben, hármasban kisebb, tehát ez 30 és 0 fok közötti tengelyállásra felel meg, tehát ez egy AVNRT tahikardia képet.